Sziasztok, én Kaci vagyok, és itt van velem a csodálatos Csirke. Sziasztok! Ez pedig itt a Marvel's Spider-Man, ugye a PlayStation 4 exkluzív a csodajáték, amire hát nagyon sokan vártak. És jól tették, hogy vártak, és remek lett valóban. És remek lett, nagyon jól sikerült ez a játék. Mi is streameltünk már belőle, meg valószínűleg fogunk is még, mert nagyon élveztem, megmondom őszintén. Illetve a tesztünket már olvashatjátok a GS-on, meg ugye a következő GameStar magazinban is. Ennek a linkje is lent van a leírásban. Na de ebben a videóban, ez egy specifikus videó lesz, nem így az egész játékról akarunk beszélni, hanem egy speciális elemről, ez pedig a ruhák. Bizonyám. A rengeteg különböző ruhát oldhatunk fel a játék során, amik aztán különböző képességekkel is bírnak, ezekről mesélsz egy picit? Persze. Nagyon kedvesen oldották meg a fejlesztők a ruha kérdést, ugyanis minden új ruhához, miután feloldod, jár egy extra képesség, ezt lőhetjük el ugye a fókuszunkból, ami folyamatosan töltődik. Viszont, ha feloldottál egy ruhát és a hozzátartozó képességet, akkor onnantól kezdve ezt szabadon variálhatod. Tehát te használhatod ezt a ruhát és egy teljesen másik ruhának a képességet, ami mindenféleképpen egy játékos barát megoldás. Én is elárulom, hogy ennek a ruhának a képességét használtam szinte végig. Ez ugye a legelső ruha, ami most rajtunk van, ez a fehér. Igen. Hálós. Ez tudja azt, hogy ha előtted, akkor tölti a fókuszt folyamatosan. És ez ugye tök jó, már különleges képességeket tudsz vele használni, meg a hílelni tudsz vele, ami ugye tök fontos, úgyhogy én is kb. Szinte végig ezt használtam a streamen. Na de most már kilengedeztem magam, akkor nézzük meg, hogy egész pontosan mi mindenből lehet választani. Bemegyünk a menübe, és akkor itt vannak ugye maguk a ruhák, itt a bal oldalt lehet választani ugye magát a ruha skinjét, itt van alatt a ruha ereje, illetve a különböző modok, amivel ugye mi buffolhatjuk a ruhánkat. Na de, akkor nézzük a ruhákat, és átesetem neked a kontrollert, úgy lesz talán a legegyszerűbb. Ez ugye azt előre mondom, szerintem ez teljesen egyértelmű, hogy kismértékben, de spoileresek leszünk. Ez az a ruha, amit a játék majdnem legelején megkapunk, amikor megsérül az eredeti ruhánk, és a főnökünk legyártja nekünk ezt a rucit. Ez ugye az alapruha. A következő ruckó a klasszikus pókember ruha, már az említett sérülésekkel, ez ugye lehet, hogy nem tartozik külön szupererő. Itt van még a klasszikus pókember ruha sértetlenül, ennek a skillje, ha jól látom, azt tudja, és ha előjük, akkor körzetünkben mindenkit beborít hálóval. Spider-Man Noir ruha, ugye tetszik. Rengeteg alternatív univerzum van a Marvelen belül is, és az egyik, az a Noir univerzum, amiben nyilván szintén van pókember, mert minden univerzumban kell egy pókember minimum. A skillje pedig azt tudja, hogy nem kiáltanak segítséget az ellenfelek, vagyis hiába vesznek észre téged, nem fogják riasztani a társaikat. A következő ruci a Scarlet Pók ruha, Scarlet Spider, ezt a képregény rajongók ismerhetik. Volt egy nagyon hosszú történetfolyam, ami Peter Parker klónjairól szólt, és klónjai közül az egyik leghíresebb, az Ben Reilly. Ő ugye felvette Ben bácsinak a keresztnevét, és azt hiszem May néninek a vezetéknevét, és így állt az össze. Ő egy jó karakter, egy ideig át is vette pókember szerepét, mert volt egy ilyen kis csavar, hogy azt hitték, hogy ő az igazi, és a Peter a klón, de aztán végül a képregényekben Ben meghalt, és elporlatt, tehát akkor ebből tudta Peter, hogy mégis Ben volt a klón, de most a legújabb képregényekben ő nyilván már megint él, ez ilyen ez a műfaj, hogy senki sem marad. Nem tudnám örökké halott. A következő ruhánk az már egy pókember páncél. Ha jól emlékszem, ezt a páncélt akkor fejlesztette ki Peter, amikor ideiglenesen elveszítette a Spider-Sense-t, a pók ösztönét. És ugye így sokkal sebezhetőbb lett, mert azelőtt simán elugrált a golyók elől, itt viszont kellett neki valami védelem, úgyhogy azért fejlesztette ki ezt a ruhát. Nem is véletlen, hogy a golyóálló
a ruha skillje. Én ezt használtam a streamben ilyen. Hát ilyen onnantól, hogy meglett, és ilyen az éjszakai halálosztó pókember, aki félelmet kelt ellenségei szívében. Igen. Következő titkos háború, Secret War, Ruci. Ugye több különböző Secret War, illetve Secret Wars minisorozat meg történetszál volt már a Marvelnél. Amihez ez a ruha tartozik, az nálunk is megjelent már két kiadásban is. Ez egy olyan mini széria, ahol Nick Fury összeszed pár szuperhőst, és elmennek Latvériába Dr. Doomnak a hazájába egy eléggé ilyen titkos küldetést megcsinálni, nem annyira legális, meg törvényes módon, úgyhogy nem, nyilván nem mehetnének be egy másik ország területére igazságot osztani, amikor ők amerikai állampolgárok, és mindenki kap egy másik ruhát, de hát annyira egyértelmű itt is, hogy ő pókember, meg tudod, így rozsomák is, meg mindenki kap egy másik rucit. És festve van az egész képregény, úgyhogy gyönyörű szép. Nagyon-nagyon jól néz ki. A következő ruci a filmből lehet ismerős, ez ugye a hazatérésbe a ruha, amit Peter kapott Tony Starktól. És ez a Spider Bro, amit ír ugye, hogy ugye az a segítségét kéri, ezek azt hiszem ilyen kis hologramok, vagy valami ilyesmi. Ezek ilyen kis robotok szerintem, amiket ki lehet küldni. Meg tudod forgatni a ruhát? Ez ilyen, nem tudom, ez nem is ilyen pókos, hanem nem tudom, ez ilyen... Ja, hát, hát így maga a logó, tehát hogy ez kicsit fura. A side-ban van egy ugyanilyen token, amivel ugyanilyen a harci értéket jelölik vele, mindegy, elkalandoztam. De hogy ez a legfurább nekem, ez a legmásmilyenebb az összes többihez képest. Igen. Ez ilyen, nem tudom, kicsit más. Ez ilyen, inkább ilyen Scarabaus-os. Aha. A következő ruci az ugye az alap fehér jeles ruhának a negatív változat, és ez kije is a Mr. Negatívtól kölcsönvett ilyen negatív lökés hullámnak nevezi itt ugye a játék, ez így lecsapsz és körbe megy az energia. Ezt a rucit, ez gumiból van, és Elektro ellen építette pókember, szerintem elég pöpecül néz ki. Elég jól néz ki. Ez elég kemény. Kicsit ilyen, van egy ilyen kicsit ilyen Amerika kapitányos vibe-ja valamiért, nem tudom. Igen? Nekem. Aha. Nekem legalábbis. Nem tudom, így lehet, hogy kék és a válla, és meg az, ez a kékes, szürkés szín, ez nekem egy kicsit arra hajaz. És rajta van egy 8-as. Hát hiszen 8 lába van a póknak. Na látod, pontosan, és ugye a skill és az elektromossághoz kötődik a kesztyűknek ad elektromos töltést. Jön a Punk pókember, ő is egy alternatív univerzumos karakter, neki nem emlékszik a nevére, de egy afroamerikai srác, és a skillje is pontosan az, hogy előkap egy gitárt, és elkezd vadul pengetni, mert hát miért ne? Zseni ez, nézd meg, és ez ilyen Converse tornacipőkbe, csukdaszorító, kitűzők, nagyon-nagyon baba. Barádi. Ő az egyik azok a ruhák közül, amik a Collectors vagy Deluxe Edition-be alapból a játékhoz járnak. A másik, ott még nem tartunk. Birkózó Ruci, ugye pókember legelső bevetése, amikor még tehát ez ilyen klasszikus 60-as évekbeli sztori, legelső pókember történet, meglettek a képességei, és rögtön pénzt akart belőle csinálni, úgyhogy elment egy ilyen pankrátor viadalra, és ott a helyi melákot helyre rakta. Maga a félelem ruha, Fear Itself, a minisorozatnak a címe, amiből ez a ruha származik. Ebben a sztoriban egy ősi Asgardi ilyen félelemisten szabadul ki, és ellene harcolnak az Asgardiak, illetve az összes szuperhős. És a gonoszok ellen ugye csak úgy tudják felvenni a harcot, hogyha azért az előviszonyokat kiegyenlítik, ezért Tony Stark és a Nida Valyr törpjei páncélokat kovácsolnak a hősöknek, és ez éppen pókembernek a páncélja, ezt dobták össze az Asgardi parosok és a vasember. Ez szép és brutális a titvele. Igen. Stealth,
Ruci. A képregényben ennek a ruhának különböző módjai vannak, és amikor átkapcsolja a módokat, akkor változik a lednek a színe. Uh-huh. Tehát van vörös, van kék, van ez a zöld, és akkor lehet állítani, hogy éppen nem tudom, hogy a zöld vagy a piros, de valamelyik az, hogy beleolvad a környezetbe, uh-huh. akkor a következő az, hogy teljesen hangtalanul mozog, lehet kapcsolgatni uh-huh. a funkciókat. Nekem külön tetszik, hogy az a neve, hogy lopakodó, nagyon menő ruha. Igen. Valószínűleg a zöld akkor az ilyen álcás, mert a képesség is az, hogy létrehoz egy torzító mezőt, és ezzel elrejti magát. A következő páncél. Deathstroke-os már inkább, vagy nem tudom. Igen. Ez pókember, amikor már a tudományos pályára lépett a képregényekbe, és akkor elkezdett már páncélokat is gyártani. Elég menőn néz ki ez. Elég jól néz ki. Ennek meg ilyen hangyás kicsit már ez a logója, vagy aha. nem tudom. De tényleg ez az összes közül, ami leginkább páncélnak. Meg akartam csak forgatni. Aha. Csak elnyomogattam mindent, visszaadom, inkább. Egy kis hátitatyója is van. Cool. Nézd meg a gerincvédőt. Ez az, ami legjobban páncél szerintem az összes közül. Zsírság. Na, a következő ismét egy ismert ruha. A sok alternatív univerzum és idővonal közül az egyik nagyon híres, a 2099-es jövő. Bejátszódnak ezek a történetek, és a jövőben is van egy pókember, egy félig mexikói srác. Neki ez az alap uh-huh. rucia a 2099-es sztorikban. Elég jók ezek a képregények, és nagyon más karakterű, mint uh-huh. Peter, nem annyira idealizált jó karakter. Hát igen, ő nem tűnik annak a annak a tipikus szuperhősnek. Igen. Maradjunk ennyiben azzal a koponyás pókkal a mellkasán. Igen. És a skill pedig csökkenti a gravitációt, hát ilyen kvázi lebegés. Uh-huh. Következő ruckó, ez ugye a vaspók, és én ezt nagyon sajnáltam, hogy nem a képregényes Civil War-os Iron Spider uh-huh. ruha van benne, ugye ez a vörös arany, és abonak a hátából jönnek ki az aranycsápok. Nem azt a rucit rakták bele, hanem ami az Infinity War-ba volt látható. Ugye ez is egy filmes ruha, és ez is a Collector's Edition-be egy extra, tehát rögtön feloldódik, uh-huh. nem kell pontokat költeni rá a játékban. De azok a ruhák egyébként mindegyik benne van a játékban. Minden benne van. A Spider-Punk, ez és a következő. Uh-huh. Ez. Ez is kemény. Itt a sebességre gyúrnak rá ezzel a ruckóval, de ez is ilyen nagyon high-tech. Uh-huh. Nagyon jól néz ki szerintem ezekkel a kék LED csíkokkal. Meg ja, ez is inkább igen, páncél, igen, mint ruha. A négyes számú pókember páncél, ezt hosszú ideig hordta. Peter ezt már akkor fejlesztette ki, amikor megvolt neki a Parker Industries, amikor ő is már egy nagy cég vezetője volt, és hát kvázi képzeld el egy következő Tony Starként, aki már készíti az új ruhákat, beárja az egész világot. Ugye a képregényes sztoriknak ezen a részénél már a Miles Morales is a fő képregényes univerzumban volt, és akkor így osztották kb. Le, hogy a Miles Morales volt a New Yorkban tevékenykedő ifjú pókember, Peter pedig az egész világon üldözte a bűnt. Szellempók. Mi érdekes, hogy azt hiszem az eredeti, tehát nem a magyar feliratos, hanem az angol nyelvű változatban Spirit Spider, uh-huh. és én úgy emlékszem, hogy a képregényekben Ghost Spider volt. Uh-huh. Ez is egy alternatív univerzumos történet, amiben nem Dr. Stephen Strange, a Sorcerer Supreme a legfőbb varázsló, hanem ott Bruce Banner uh-huh. Kapja meg ezt a titulust, aki varázslói képességeinek köszönhetően kiűzi magából Hulkot, egészen a pokolba leküldi, de persze onnan Hulk kiszabadul, nagy csata, amiben a pókember is megsérül, és úgy tudja őt megmenteni a legfőbb varázsló, uh-huh. vagyis ott Bruce Banner, hogy én mindenféle szellemeket, lelkeket aha, segítségül aha. hív, és akkor így lesz belőle Ghost Spider, Spirit Spider, uh-huh.
akárhogy nevezzük, de nagyon menő. Ez elég jól néz ki, valóban. És tudod, a játékban, amikor gyors utazást használsz, akkor nem a szokványos töltőképen, hanem pókember valamit csinál a metrón. Nyomogatja a telefonját, elbulizgat a mellette szóló zenére, amikor a kis csány bömbölteti a magnóját, meg ilyenek, és rohadt jól néz ki a szellempóka, hogy a szellempókot lazul, lángoló koponya, meg mit tudom én, és tudod, hogy senki meg se rezzen. Megint egy Spider-Man 2099-es ruha, a sztori egy bizonyos pontján átkerül a mi univerzumunkba, a mi időségünkbe a 2099-es pókember, ők jobban vannak a mi pókemberünkkel, és a mi pókemberünk állást ajánl neki a Parker Industries-nál, illetve legyárt neki egy új ruhát, ez a fehér 2099-es pókszerkó, a skije pedig a megrázó csapás, elrepíti az ellenfeleket minden ökölcsapással. Ez is jó lehet, ha mondjuk egy háztetőn harcolsz. Aha. Én ott mindig úgy szoktam, hogy így lengedezve lerugdalom őket, tudod, a négyszöggel. Ez egy nagyon fun kis ruci, ilyen cel-shaded grafikás képregényes, és itt a különleges képesség az a beszólás, és értegeted az ellenfeleidet. Persze, hogy Ha jól emlékszem, akkor ez a ruha egy olyan alternatív jövőből van, amikor már egy idős Pétert láthatunk, és ott hordja ezt a kicsit elegánsabb, ilyen bőrös hosszú nacis, bőrkövetes hosszú nacis összeállítást. Hát igen, amikor már megereszkednek a farizmok, akkor a feszülős gatya nem annyira menő, úgyhogy inkább egy sima farmer bakancsal. Sima farmerrel megoldja. Viszont a skije az nagyon jó, mert bemegy minden ütésre, még a pajzsokon keresztül is. Az ilyen pajzsos ellenfelekkel azért lehet szívni, hogy átugrálod, fölütés. Ez a ruha az, amit 100%-nál kapsz csak meg, tehát amikor kipucolod az egész játékot, az összes kerületben meg van minden, akkor kapod meg ezt a rucit. Végtelenül egyszerű a skije, One Punch Man leszel, mindenkit együttéssel kinyírsz, de te is meghalsz, hogyha bekapsz egyetlen együttést. Úgyhogy ezzel így lehet fanizni. Lehet mókás. Zsír. Hát ez ilyen homemade. Homemade ruci. Ezt akkor kapod meg, hogyha összegyűjted az összes táskát a játékba. És nyilván ez egy olyan ruha, hogy akkor ezt még a pályafutása elején, még 15 évesen használta, amikor csak így otthon a gardróbba talált cuccokból össze akart dobni valamit, de aranyos, különleges erő, el se tartozik, de funny. Na és akkor a következő két ruci, főleg ami most jön, azok nagyon spoileresek, egészen a játék végével kapcsolatban, úgyhogy ha gondoljátok, akkor puszi, és most elbúcsúzunk. Hogyha ezt nem szeretnétek előni, szóltunk, és akkor most jönnek. Ez elég jól néz ki. Igen. Oktopusz ellen ez a végső páncél, amit épít magának Peter. És a képessége is nagyon jó. Azt tudja, hogy folyamatosan újra tölti a kütyüket. Aha. Tehát el tudod lövegetni, és akkor mindig betárazódik az ütőháló, vagy bármelyik cúmó. Ja, nagyon király. És ez is ugye a logóban, meg a dizájnban az alapruhának egy ilyen páncél változata. A legeslegutolsó pedig a fekete macskához tartozó küldetés lánchoz kapcsolódik, annak a legvégén kapod meg ezt a rucit, ott hagyja neked a Black-et ajándékként. Gondolom úgy van vele, hogy ha majd visszajön, akkor a régi fiúkája is hozzá passzoló rucit hordjon, öltözzenek össze. De ez is nagyon menő. Aha, jól néz ki. Kis vörös pókjellel. Király, jól néz ki. Nem spórolták ki a ruhákat. És jönnek még, azt hiszem három lesz mindegyik DLC-ben. Ha pont ezt akartam kérdezni, hogy ugye három DLC jön a játék, legalábbis három van biztosan bejelentve, aztán meg majd még nyilván kitalálják.
És mind a hármat megkapjuk idén, tehát ilyen október, november, decemberben ki is pörög a három DLC, és akkor azt mondod, hogy DLC-nként jönnek majd az új rucik. Igen. DLC-ket 3, akkor az 9. Egyet már meg is mutattak az elsőből, az egy ilyen teljesen új design, de jól néz ki az is. Zsír. Tök jó, tök király, szerintem vannak nagyon, nagyon menő ruhák, és tényleg ez, hogy tudod ilyen mix and match kombinálni, hogy nekem ez a ruha tetszik, de azt az erőt használnám, most kicsit az változtatnék. Nagyon jó. Az nagyon jó. Meg a modokkal még ugye lehet egy kicsit játszani. Élem. Szerintem király. Nekem pár ruha még nagyon hiányzik, de remélem, hogy a DLC-ben benne lesznek. És el tudom képzelni, hogy azért hagytak ki mondjuk, amit már említettem, a képregényes Iron Spider ruhát. Vagy azért hagyták ki a Superior Spider-Man ruhát. Az is egy szép történet. Pókember és Dr. Octopus, halál elévő Dr. Octopus, lelket cseréltek, és Dr. Octopus teste meghalt benne Peter lelkével, Peter testében pedig ott maradt Dr. Octopus lelke, aki úgy döntött így, hogy hát akkor ő is most már a jó útra tér, és így lett Superior Spider-Man, kicsit megváltozott a ruhája, nagyon jól néz ki, de ez is érdekes történetek kapcsolódnak, hogy ugye mindenki azt hiszi, hogy Peter, de igazából a Okidokinak a lelke van a testbe bezárva. Fura. Neked melyik a kedvenced? Nekem, hát én a klasszikus 2099-eset voltam sokat, mert ezt nagyon szeretem, illetve a Scarlet Spider-t is. Ezeket amikor feloldottam, akkor nagyon hosszú ideig, és amióta megvan, azóta a Mark 4-es páncélt, ami olyan, mint nagyjából, mint az alappókruha, csak világít, ilyen kicsit zöldes a szem, illetve a pókjel, és gyönyörűen csillog. Tehát akiknek hiányzik az a csillogás, ami az E3-as tréleren az alap textil ruhán rajta volt, azok ebbe gyönyörködhetnek, mert itt tényleg, ami a csövön kifér, az csillog. Minden csillog. Csillog-villog. Jó, zsír, örülök. Nagyon szépen köszönöm, hogy nekem is, meg a nézőknek is elmondtad ezt a rengeteg csúdi izgalmat, addig várom, hogy előrébb rohanjak a sztoriban, aztán mindent feloldjak. Úgyhogy király volt, meg kíváncsian várom majd, hogy mik kerülnek még be a játékba. Na, srácok, az a helyzet, hogy ezt a videót még eredetileg a megjelenés előtt vettük föl, ugye korábban megkaptuk a játékot, hogy abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy unlockolhattuk gyakorlatilag az összes ruhát, meg minden egyebet, mire egyáltalán megjelent a játék. Úgyhogy minket is meglepett, amikor a Sony bejelentette, hogy a Day One patch-el nem csak apró javítások kerülnek be a játékba, hanem egy extra ruha is, úgyhogy ezt most egy kicsit utólag rakjuk bele a videóba, de nem akartuk, hogy kimaradjatok belőle. Szóval ez az a ruha, amit most láttok, megmutatom a menüben, ez az Empire State University is, ugye ez a klasszik Peter Parker ruha, gyakorlatilag a farmer póló, és nyilván van rajta egy pókember maszk, tehát hogy még csak véletlenül se derüljön fény az identitására. Úgyhogy ez gyakorlatilag tényleg az a ruha, amiben Peter sétálgat az átvezetőkben, amikor ugye Peterként látjuk, illetve van hozzá egy pókember maszk, mert azt nyilván nem szeretné, hogyha kiderülne, hogy ki is ő valójában. De gyakorlatilag ez áll a legközelebb ahhoz, hogy Peter Parkerként sétálgathassunk az utcán. Ugye erre nincsen lehetőség a játékban, nem tudunk simán Peterként kijönni, mert nyilvánvalóan akkor le kéne korlátozni mindenféle dolgot, mert különben, ha bármikor csak egyetlen gombot is megnyomnál, akkor nyilvánvalóan kiderülne, hogy te vagy pókember, amikor elnyomsz egy hálóvetőt, vagy amikor egy nagyobbat ugrasz, vagy amikor elkezdesz verekedni. Úgyhogy nyilván emiatt nem rakták be ezt a lehetőséget a játékba, de ezzel a ruhával gyakorlatilag Peterként hálóhintázhatunk a városban. Neked is köszönöm, meg nektek is nagyon szépen köszönjük mind a ketten, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, meg iratkozzatok fel a csatornánkra, meg ne felejtsétek el a kis csengőt bekattintani, és akkor nem maradtok le ilyen meg hasonló tartalmakról. A kommentben pedig írjátok meg, hogy nektek melyik a kedvenc ruhátok, illetve hogyha van valami olyan ruha, amit mondjuk a képregényekből vagy valahonnan hiányoltok, és szeretnétek a játékban látni, akkor azt is feltétlenül írjátok meg.
Én Kaci voltam, ő meg Csirke. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!